A karácsonyi ünnepkör advent első vasárnapjától vízkereszt ünnepéig tartó időszak, amely felöleli a karácsonyi készülődést és az ünneplést. Településünkön is hétről hétre izgalmas programokkal ünnepeljük a karácsony közelettét. Az adventi gyertyagyújtás második állomásaként december 10-én a posta előtti téren dr. Bálint Erika Katalin jegyzőnő mondott köszöntőt és gyújtotta meg az adventi gyertyát. Az adventi koszorú 4 gyertyáját ma már úgy gyújtjuk meg, hogy nem is emlékszünk a jelentésére. Az első gyertyalángja azt jelképezi, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A második gyertyával arra emlékezünk, hogy az angyal hírül adta Máriának és Józsefnek, hogy ők fogják felnevelni Isten fiát, Jézust. A harmadik gyertya jelentése, eljött a világ világossága, és a sötétségből szabadságot hoz mindannyiunknak. A negyedik gyertya az adventi csillagot szimbolizálja. Jézus megszületett, bátran ünnepelhetjük a nekünk adott végtelen szeretetet. Jézus, a szeretet hírnöke, tudatosan arra kér, hogy fogadjuk el egymást. Bízzunk egymásban. Merjünk egy asztalhoz ülni akkor is, ha nem értünk egyet. Ha látjuk egymás gyengéit, hibáit, hiszen csak akkor tudjuk a fogyatékosságokat legyőzni, ha a közösségben kitartunk a szeretetben. De hogyan lehet kitartani a szeretetben, amikor pont azok bántanak meg, értenek félre, fordulnak el tőlünk, akik hozzánk a legközelebb állnak, a családtagjaink, a barátaink, a kollégáink, akikkel együtt vívjuk mindennapi csatáinkat. Kapaszkodókat keresünk, hogy megmaradjunk, hogy megőrizzük szívünkben a reményt és a szeretetet. Ajánljuk fel az adventi koszorú első gyertyáját az elfogadásnak. Az elfogadás a változás alapja. Arra születtünk, hogy örömben éljünk. De ez nem jelenti azt, hogy az élet könnyű vagy fájdalommentes. Azt jelenti, hogy fordítsuk arcunkat a szél felé, és fogadjuk el, hogy ezen a viharon keresztül kell mennünk. Szenvedésünk sokszor abból fakad, ahogyan reagálunk az emberekre, helyekre, dolgokra, körülményekre az életünkben, ahelyett, hogy elfogadnánk őket. Amikor reagálunk, saját ítéletünk, kritikánk, szorongásunk, kétségbeesésünk vagy tagadásunk fogjai vagyunk. Az elfogadás a kard, amely átvágja mindezt az ellenállást, és lehetővé teszi számunkra a megnyugvást, a tisztánlátást és a megfelelő választ. A második gyertya a megbocsátás. Az egyetlen módja annak, hogy kiszabadítsuk magunkat a múlt béklyójából. Megbocsátás nélkül odaláncolódunk ahhoz a személyhez, aki ártott nekünk. A keserűség lánca mindkettőnket megbéklyóz és foglyul ejt. Amíg meg nem bocsátunk annak, aki fájdalmat okozott nekünk, boldogságunk kulcsa az ő kezében marad, ő lesz a mi börtönőrünk. Amikor bántanak bennünket, választhatjuk a visszavágást vagy a gyógyulást. Ha a visszavágást választjuk, a bosszú vég nélküli körforgáshoz vezet. Ha a megbocsátást választjuk, megszakítjuk vele a kört, és képesek leszünk meggyógyulni. Újra a saját kezünkbe vesszük a sorsunkat és az érzelmeink irányítását. Saját magunk felszabadítóivá válunk. A harmadik gyertya a hála. Nagyon sok ember van a világon, akinek ma nem jutott olyan reggeli, mint neked. Sok millió ember éhesen marad ma. Nem a te hibád, de te meleg ágyban ébredtél, le tudtál zuhanyozni, tiszta ruhát vettél, és télen is van meleg otthonod. Most gondolj azokra az emberekre, akik felébrednek reggel, és semmi nem védi őket az esőtől. Se meleg, se ennivaló, talán még víz sem jut nekik. Mi valóban mondhatjuk, hogy össze sem tudjuk számolni,
mennyi áldásban van részünk. A hála az elismerése mindannak, amit az élet tartogat számunkra, és ami lehetővé teszi azt, hogy eljussunk eddig a mostani pillanatig. Minden pillanat ajándék. Nem lesz még egy ugyanilyen pillanat ugyanilyen lehetőségekkel. Legtöbbször ez a lehetőség csupán annyi, hogy élvezhetjük az ajándékot, de néha bonyolultabb ajándékokat kapunk, amelyek arra kínálnak lehetőséget, hogy felnőjünk egy kihíváshoz. A negyedik gyertya az együttérzés, amelyre az anyai gondoskodás tanít minket. A gondoskodás, amit kapunk és amit továbbadunk, saját gyermekeinknek ébreszt rá az együttérzés hatalmára. Az együttérzés az anyai ösztön kiterjesztése. Mi emberek különleges aggyal rendelkezünk, de az az agy sok-sok szenvedést is okoz nekünk, mert mindig csak arra gondol, hogy én. Minél több időt tölt valaki azzal, hogy saját magára gondol, annál több szenvedésben lesz része. Mikor részünké válik az együttérzés, mikor elkezdünk azon gondolkodni, hogyan enyhíthetnénk mások szenvedését, a saját szenvedésünk is csökken. Ez a boldogság titka. Így jutunk el a négy gyertyán keresztül a Szentestéhez, a szeretet ünnepéhez. Hiszem, hogy az út, melyet a jászolban fekvő kisded megmutatott mindannyiunknak, az igazság, az öröm és a szeretet útja. Mindezek erre a mai alkalomra kölcsönvett segítő gondolatok voltak, olyan számomra hiteles emberektől, tanítóktól, mint Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Desmond Tutu Nobel-békedíjas dél-afrikai érsek, és a szintén Nobel-díjas Dalai Láma. És most gyertyagyújtás előtt még egy rövid történet Csaba testvértől. A gyermekvédelmi munkán kezdetén szinte folyamatosan a gyermekek között voltam, de vasárnap este mindig félrevonultam a szerzetes társaimmal. A gyermekek kíváncsian kérdezték, miért nem jöhetnek velem. Próbáltam a tőlem telhető legbölcsebben elmondani nekik, hogy a szerzetesnek kell egy kis rekreáció. Na de az micsoda? Kérdezték kíváncsian a gyerekek. Kreáció egy latin szó, amely igazából teremtést jelent. A rekreáció újra teremtést jelent, mondtam nekik. A gyermekeket ez a bölcs latin szófejtés nem nyugtatta meg, ezért meglesték a mi ténykedésünket. Hétfőn jöttek nagykajánul, hogy lebuktunk, mert ott semmi kreáció nem volt, látták a kulcsukon, hogy römisztünk, sört ittunk és nagyokat kacagtunk. Magamhoz öleltem a gyermekeket, és megpróbáltam megmagyarázni nekik, hogy a szerzetesek ősi szokása szerint nem csak imádkoznunk kell együtt, hanem kikapcsolódnunk is. Akik nem tudnak jókedvűen egy pohár bort együtt meginni, vidáman játszani, elbeszélgetni, azok nagy bajban vannak. Mert az a közösség, ahol nincs jókedv, öröm, az a közösség meg fog szűnni, össze fog omlani. És biza az egész hetes munka, rohanás erodálja a kapcsolatainkat, elfáraszt minket, ezért a vidám, örömteli együttlét egészen biztos, hogy mindannyiunkat, de még a közösségeinket is képes újjáteremteni. Kívánok mindenkinek az ünnepek alatt jó rekreációt!